Azért ilyen ritka, mert itt nagyon sok a vad, mint láthassátok, nincs is napra távol a szomszédtól. Egyedül ez a két darab van, ez mém, a keresztapálmény. A nyúlok meg az őzek azok megrendezték keményen. Szikrázó napsütés, búzasztal a vályok a napra forgó fiúk. Nézzétek meg a Neomát. TikTokon volt erről a távol a földről videó, ugye láttátok, hogy sokat lehet az őz, meg itt nem is kellett mindenit tulajdon használni ki. De megkezdtük az aratást ugye a Dominator 76-tal. Itt a Szíli nem tudom mit tölt, itt honnan jött ez a sok kis kutya ide bele ebbe a csíkba, nézzétek meg. De fentebb is van imit tamok benne, nem tudom, hogy mi történt. Franc, aki megeszi a magvát, mert ki nem állhatom. Nézzétek meg, hogy mi az asztal! 4 óra megyen a trabikbe. Nem tudom mi. Lászatok itt pontban. Az a helyzet, hogy ami átalakított, ami nem olyan, mint egy napraforgó adapter, az sose lesz olyan, sose fog úgy működni. De ha le tudunk vele aratni, és nem kell pénzt kiadjunk az aratásért, az már nekünk megérte. Nem is sok napránk van az idején, de szerintem le fogunk tudni aratni véle, ahogy elnézem. Most itt pont meg tudom mutatni, hogy... Lássátok, hogy a kombáns egy szemet nem szaur, ami van is, az mind üres mag. Ugye? Nincs alatta semmi. Úgyhogy hát csont száraz, szárazságával probléma nincsen. Sütörtökre mondja az össze, hogy jelenleg hétfő van. Úgyhogy addig leszeretnénk aratni ezt a pár darab napraforgót, hogyha jó, hogyha megsegít minket. Mint láthassátok, ez van most jelenleg, így csináltuk. Már írtátok több, hogy mi nem próbáljuk meg így átalakítani, hát most átalakítottuk itt meg az 5080M, meg a tandem pótkocsi. Nézzétek meg, fiúk, hogy gyomlítozáson milyen jó sikerült. Hát kétszer lett szaurva ugye, először gádroplin plusszal, utána meg megpulszároztuk. Semmi gaz nincs, mert ez a kiskutya nem tudom, honnan jött ide ember. Autóban ez a kiskutya honnan keveredett ide, te? Jaj, de csúny ember! Olyan tiszta van, ez szágaz nincs benne. Pedig ezt így kellett mondani, hogy a kiskutyát ez a pulszár. Úgyhogy itt hogy ki is vitte, de kihajtott van. Na, ha ilyen a munka, nézzétek meg, ahol elmegyünk. Látjátok, hogy itt milyen tiszta, szágaz nincs benne. Gyomlétozás, jó volt. Csak az nem tudom, hogy mennyi keveredett belé, mint most olyan fautok, olyan csúnya, te. Akkor pont ahol most van a mi kiskutyás az a faut. Amúgy meg ilyen. Ilyen, ahol elmegy, szépen le van vágva. Ez még majd fog kapni egy tárcsát, ugyebár. Meg minden, és akkor mehet majd bele a búza. A nap meg a szememet kieszi. Ja, hogy már teli van! Hát én meg azt hittem, hogy valami probléma lett. Na, hogy gyújtsunk. Jöjj ide, akkor meg... Egyébként ezt minden gyújtsakbe én még ide jön. De csúnya ember, itt ez a sor kiskutya, hogy a fene enné meg a magvát. Írjátok be a kommentben, hogy nektek van ilyen szuper növényetek. Mert itt van, lássátok. Nézzétek be, milyen tiszta! A Dominátorral! Jön kifele a légy, gyönyörűen,
amit látszik, ez a második ürítés. Ezen a táblán, tudom, amely lesz egy, vagy nem. Simán rá fog férni, még ott van egy kis áré, egy jobb oldal. És akkor mára ennyi. Hú, de nézzétek meg, jó, úgy iszám dolgozik te. Az így. Hadd menjen kifele, hadd menjen napraforgó alatához erre. Ez ilyen, fiú. Nyomassuk. Jaj. Elég erről nagy hangárú leszállni, basszus. Amúgy. Hát az asztal egyelőre muzsikája, ahol van, mikor egyszer-egyszer odaakad egy-egy kalap, de mit látosátok maga erre a rabatóra, vagy hogy mondjátok már neki, nem tekeri fel. Azért nem fel fogja tekerni, de hál' Istennek jó, úgyis egy kis abé. Meleg van te! De nem tekeri fel, úgy látom a rabatóra. Ne? Már itt maradok, már akarom már nézni, már akkor hogy megyen itt a helyzet. Már nem is ült el fel se. Na, ugye Nisóra megyen, mondta Csavi, nem? Egyet is fogni, de nem olyan, hogy kiesik. Valahogy még ott a szélére lehetne hajtani. De mondta az ember, hogy a szélére hajtsunk egy lemezt. Azt akkor fog, akkor lesz jó. Neked rögne szól a fogad. Jó, de ha nagyon leengedett, akkor le, akkor elégy a tálcát te. Ugye? Jó, úrjukkal jöttet a francia gyerek. Itt nem csak az előzette ki, hanem itt valami, mikor ki is kelt, meg nem is kelt ki, volt amelyik mag. Kicsi rázott, azt nem kelt ki. Ugye maggal is baj lett volna. Az előz is rengeteget elvett, egy probléma volt a mag, a mag se kelt ki van jó. Szépen nézek, fiú. Tisztának tiszta. Ha nem lenne ilyen ritka többet, nem sokkal. Mi jó, mert jó, adnál. De ez van egy ilyen pirosra majdnem. Aki van felre, mint a majd. Szerintem. Én maga bele, te. Kérte fel egyszer se az asztalra. Mi? Mi lesz egyen szinte? Jó, megy az Nisóral is jól. Ilyenként elég mindenütt, mint itt. Én szerintem a főzős van félre, hogy én nem tudom, ott is jöttek volna rá. Most itt eszembe közvetlenül, hogy gondolkoztam, hogy nem csak a lehőzőre vagyok úgy. Jó, hanem valami volt probléma van, akkor nem kell, hogy tűnik el, hogy így. De mikor szóltuk, az egy kis nagyon nem volt benne. Nem szóltam, hogy ez volt, mert a kény volt. Hát ez olyan csúnya. Ez szárak az még benne csak az. Ahogy nem, azt mondtad, nem szóltam itt. Szára. Ez egy kis kütye fautóban mindenütt van, akkor csak nem vitte volna, azt jelenti, hogy megfogítottam azt, hogy ezt a szart. Na hát, túl se leszed egy... Mit egyszerű vele, úgy se leszel a... Így ebben tudjuk egy cél. Megyen a... Nem olyan, mint egy napforgóasztal, de na. A célnak megfelel. De bárhol kilök, vagy nem tudom mi, az megtörténik másiknál is. Jó lesz a... Ezt a darabot nem sokára vágjuk.
még itt van egy 50 áres tábla, megyünk oda. Minél se törtek ki, és nyíjjed? Az én a vágyad már van jó mindig te. Leszörj a kék, van előtt szára. Lehet. Na fiúk, nagyjából elérkeztünk a nap végéhez. Mint láthassátok, így szuper állt az asztal. Meghajlott egy vagy diák, mi lett? Azt akarom már most látom, hogy kicsit valamit alul lehet elkapott. Na hát egyelőre jónak mutatkozik az asztal, fiúk. Hát de várjál, mert ez nem kéne így, hogy diák, oly. Libreg egy kicsit, meg van hajó a felfelé. Ja, uh-huh. Az mindet meg kell húzni, a hallgatás, ha bírod? Megvan. Hol van meghúzva? Lehet meglazul. Na fiúk! Hát, ez ilyen. Nétek meg nem tekerte fel az asztalra, pedig azt hittem, hogy tekerni fog ide a kalapot. Ez egy van csak. Azóta most álltunk meg, mióta elkezdtük az aratást. Ott két, egy kés eltört már ma. Itten. Majd kicseréljük holnap, mert szerintem. Úgyhogy remélem mindenkinek tetszett ez a vlog.
nagyjából be tudtuk mutatni a búzaasztallal, hogy aratunk napraforgót nektek. Hát a kocsi nem lett éppen tele, mert nem is volt annyi terület, meg olyan nagy szám sem volt a napraforgónk itten. Lett 3,5, ott körül 3,5 bunkja ennyi. És ezt viszi be most Csabi, utána holnap megyünk arrébb egy pár faluval. Lehettek jó fiúk. Ha tetszett, komment, bírjatok véleményt, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem vagytok, dobatok egy lájkot, csatlakozzatok a Danau Csopihoz, kövessetek be Instagramon, ha szeretnétek, aztán ennyi, majd a következő vlogba találkozunk, megyünk hazafele, mert éhesek vagyunk, meg elma fáradt, meg ma este is van lassan, meg be is fejeztek itt, amit aratni akartunk, úgyhogy lehettek jó, Danau voltam, szevasztok!